igazán heves és szenvedélyes játékos Angela Jovanović. A DVTK Ongropak játékosa ezt a tulajdonságát nem csak a pályán kívül, de azon belül is szereti megmutatni. I like this feel of, you know, competition. Imádom a versenyszellem érzését, és ez most más, a korábbi csapataimhoz hasonlítva nagyon erős. Szeretek egyébként sok dolgot összehasonlítani, és így látni a röplabda világát és annak működését. Visszatérve a gondolatmenethez, ez a versenyszellem is szerintem dominánssá tud tenni engem a pályán, aminek következtében sokat ordítok vagy sikítozok. Viszont rengeteget szoktam futni a mérkőzések alatt. Mindent egybevéve, így sokkal felszabadultabban is érezhetem magam a pályán. Be free. Szerb szélsőtőnk idén először mutathatja meg ezt a tulajdonságát a hazájától távol, hiszen a DVTK Ongropak az első külföldi csapat, ahol szerepelhet. Nyilván volt több megkeresésem is, ezek között voltak olyanok is, amelyek nagyon messze voltak az otthonomtól, és persze a szüleim eléggé aggódtak emiatt. Viszont Magyarország azért nincs olyan nagyon távol Szerbiától. Természetesen sok információt gyűjtöttem a DVTK-ról, a vezetőedzőről, és persze az extraligáról is. Emellett a klub korábbi játékosa Milica Tosic is rengeteget mesélt a csapatról. 5-6 évig egyébként csapattársak is voltunk, úgyhogy jól ismertem őt. Igaz, akkoriban még mindketten nagyon fiatalok voltunk. Ő rengeteg jó dolgot mesélt nekem erről a klubról, a lányokról, az edzőről és a játékrendszerről, ez pedig nagyon megtetszett nekem, így megvolt az okom arra, hogy ideigazoljak. És természetesen a lányokkal is könnyen megtalálta a közös hangot. A lányokkal nagyjából hasonló korosztályt képviselünk, ami szerintem összeköt minket, így pedig hasonlóan tudunk gondolkodni bizonyos dolgokról. Ilyen csapattársak mellett természetesen nagyon kényelmesen és otthonosan érzem magamat. És mit csinál röpisünk, amikor a meccsek adta pörgés után szeretne egy kicsit lenyugodni és pihenni? Elővesz egy könyvet és elkezd olvasni. Még középiskolás koromban szerettem meg az olvasást. Ugye nekünk is megvoltak azok a bizonyos kötelező olvasmányaink a legfontosabb szerb íróktól. Ennek is köszönhető, hogy ennyire megszerettem az olvasást. Remélem, hogy a jövőben nagyon sok könyvet olvashatok el, mert van egy nagyon hosszú kívánságlistám is. Angela most épp egy sporthoz köthető könyvet olvas, aminek nagyon kedveli a történetét. Power of Habits. And it's like, of course, of good habits, but... A könyv címe a Szokások hatalma. Természetesen a jó szokásokról van benne szó. Imádom ezt a könyvet, mert az író a saját történetét meséli el benne. Ő is egy sportoló és baseballozik. Neki is volt egy komolyabb sérülése, ami miatt sok időt kellett kórházban töltenie. Nagyon sokat küzd önmagával és sok nehézségbe ütközik azzal kapcsolatban, hogy visszamenjen-e a pályára baseballozni. Még egyelőre a könyv elején járok, de imádom. Azt tetszik benne, hogy egy sportoló szemével tudja nézni az egész helyzetet és a teljes történetet. Többek között ezért vettem a kezembe ezt a könyvet is. A kedvelt műfajai közé tartozik a krimi, a thriller és a horror, viszont van kedvenc írója is. Agatha Christie, I love her. Egyértelműen Agatha Christie-t mondanám a kedvencemnek, nagyon imádom a könyveit és az írói stílusát is, főleg ahogy elmesél egy történetet. Számomra az ő stílus áll a legközelebb a szívemhez, és emiatt szeretem olvasni az ő könyveit. Egy Agatha Christie regényt olvasva pedig több szereplő karakterével is tudna azonosulni. Amikor beleképzelem magam a történetbe, van, hogy a gyilkos bőrébe szeretek belebújni, de imádok a főhős szerepében is lenni. Ez egy kicsit a történettől vagy magától a könyvtől is függ, de mindig másnak a bőrébe bújok. It's not the same every time.